Orkán erejű szél és jégeső is kísérte a heves zivatarokat július közepén és végén, de már augusztusban is csapott, lehirtelen jött vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A helyreállítás rengeteg munkát adott a katasztrófavédelemnek és az áramszolgáltatónak is. Ilyenkor a mezőgazdasági ültetvények is ki vannak téve a veszélynek. Egyelőre szerencsésnek mondhatják magukat a gazdák, az ivatarfelhők ugyanis kisebb sávban érkeztek, így a vártnál kevesebb kárbejelentés érkezett be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához is. Már amikor jött ez a vihar, az aratáson túl voltunk, úgyhogy nem döntötte le a terményeket. Az előtte lévő, ami ott az aratás közben jött, az pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egy kis részét érintette, mondjuk az én lakókörnyezetemben Balkánynak is a déli rész, a északi részét így Nagykálló irányába, de hál' Istennek ezek keskeny sávok voltak, úgyhogy van mértékadó nagy károkat nem okoztak, illetve mondjuk nem ezt mondja el az, aki ennek áldozata, mint például itt az autópálya lehajtónál is egy gyümölcsösben támrendszerestül együtt, öntözéssel együtt kitekerte, lefektette a fákat. Nagyecset környékén jelentkeztek még gazdák, ott fólia sátras ültetvényekben tett kárt a vihar. A gazdák nagy része ma már rendelkezik biztosítással, ami enyhíti veszteségeiket. Nem mindenre terjed ki azonban a kártérítés, így a kamara a károsultaknak is igyekszik segíteni. Jeleztük ezt az illetékes minisztérium felé, jó lenne, ha valami kis segítséget tudnánk nyújtani, úgy, mint 2018-ban is volt egy ilyen de minimis, ami nem a termelőeszközökre vonatkozott, vagyis illetve a termelőeszközökre vonatkozott, mert ezzel nem még a biztosítás nagyon kezdeti stádiumban. Azt hiszem a megyébe három ilyen biztosítás van, aki kiterjesztette a biztosítását a termelőeszközökre is. Ma már az országos jégkármérséklő rendszer is jelentősen csökkenti a vihar okozta nagyobb károk kialakulását. Amióta ezt 3 éve üzembe helyezték, negyedére csökkent a jégkár aránya. A probléma továbbra is akkor jelentkezik, ha Ukrajna felől érkező zivatar felhő teszi tönkre a termőföldeket és gyümölcsösöket. A szomszédos országban még nem működik ez a rendszer, ilyenkor pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is védtelenebb a jelentősebb károkkal szemben.